Szép reggelt kívánunk nektek, sziasztok! Hello and good morning everyone! Köszönöm szépen, jó, hogy itt vagytok! It's good to have you here! Ismét egy különleges reggelen egyébként. This is again a very special morning. És látok itt néhány új arcot, úgyhogy szeretném őket köszönteni így külön, akik először vannak itt. And I can see a couple new faces, so I would like to greet you as well. Bárhol is vagytok, jó, hogy itt vagytok, sziasztok! If this is your first time here, then it's good to have you here. Látjátok, hogy kikészítettük az úrvacsorát két oldalt. As you can see, we have the elements of communion on the two sides. És szeretnénk benneteket hívni. Ma reggel vegyünk együtt úrvacsorát. And we'd like to invite you to take communion together. Ha itt vagy és keresztény vagy, ez a meghívás neked is szól. If you are here and you profess to be a Christian, then this invitation is for you. Jézus mondta, hogy tegyük és közben a halálát hirdessük. Jesus said to do this and to proclaim his death. A halálát, ami nagyon sokat jelent nekünk. The death that means a lot to us. A bűneink bocsánatát. Because it is the forgiveness of our sins. Egy új életet. And a new life. Mert hogy vele járhatunk. That we can walk with him. Úgyhogy tegyétek ezt ma, amikor veszitek, gondolkozzatok erről. So as you take communion today, this is what you should be thinking about. Bármikor, amikor a dicsőítés alatt úgy érzed, hogy készen állsz, kérlek, hogy gyere előre és vedd magadhoz. So during worship, whenever you feel like you're ready, then just come forward and take communion. Kezdjük imával. Let's start with prayer. Atyám, köszönjük neked a fiadat Jézust. Father, thank you for your son Jesus. Köszönjük Jézus, hogy eljöttél és megmentettél. Thank you Jesus that you came and you saved us. Köszönjük az új életünket, az irgalmat, amiben járhatunk. Thank you for this new life and for your mercy that we can walk in. És add, hogy mindig hálásak legyünk ezért. And let us be always thankful for this. Emlékeztess minket. Remind us of this. Legyen ez a mai alkalom egy emlékeztető erre. Let today be one of these reminders. És arra kérünk, Uram, hogy találkozz velünk a mai alkalommal is. And Lord, we ask that today you would meet us again. Töltsd meg ezt a helyet emberekkel, akik téged imádnak. Fill this place with people who praise and worship you. Meg emberekkel, akik keresik a te jelenlétedet. And with people that seek your presence. Jézus nevében kérünk. In Jesus' name we ask. Amen. Amen. Dicsőítsünk együtt. Let's worship together. Sziasztok, gyertek, kezdjük úgy a dicsőítést, hogy felállunk. Száraz csont majd ég,
mert az Úrnak, a királynak nem szűnik meg szerelme, mert Isten jó, mindent ő teremte, nem szűnik meg szerelme, áld ő. Szent lelkével nem szűnik meg szerelme, áld ő, őt áld, áld ő, őt áld, mert végtelen hűsége és végtelen szava, végtelen erővel velünk van, velünk van. Kora reggeltől, kora reggeltől nap estig nem szűnik meg szerelem, újra tovább visz, nem szűnik meg szerelme, áld ő, őt áld, áld ő, őt áld, végtelen hűsége és végtelen szava, értelek fog, látom sebét,
kezés lábán megváltomat a keresztlán. Könnyel testé eláztattál József sírját. Oh,
lehet. Dicséret áldás, dicséret áldás, örök imádás, néked mindenható. Itt áll a néped, új hitre ébred, és várja lehet. Minden nyelv most ezt kiáltja, dicsőség és imádva áldja neve. Lord, truly, every knee bows before you. És minden nyelv a te nevedet fogja magasztalni. And every tongue proclaims your name. Mert te vagy egyedül méltó. Because you are only the only one who's worthy. Minden dicséretre. Worthy of all praise. Mert nem csak hogy megalkottál minket. Because you not only have created us. Hanem a vétkeinket megbocsátottad. But you've forgiven our sins as well. És új kezdetet kaptunk tőled. And we've received a new beginning from you. És a gyermekeid lehetünk. And we can be called your children. Köszönjük neked ezt. Thank you for this. Köszönjük a szeretetet, amit tanúsítasz felénk. Thank you for your love that you show us. Kérünk, hogy áld meg minket a te jelenléteddel ma is. We ask that you bless us with your presence today. Taníts minket a te beszédedből. And teach us from your word.
Segíts nekünk olyan életet élni, amivel téged dicsőítünk. And help us to live a life that glorifies you. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Thank you that you hear us. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen.